Sziasztok! A mai félórás Witcher 3 videóban nem más fogunk csinálni, mint a kérdőjeleket nézegetjük meg, hogy mégis mik vannak ott. Azt hiszem, hogy a legtöbb helyen nem is muszáj megölni ezt az szörnyet, ami őrzi a kincset, mert egyszerűen odamész, kirámolod a helyet, és eljössz onnét a francba, rájössz később oda menni, hogyha már nagyobb szintű leszel. Viszont ilyenkor a játék elején még jól jönnek az erős tárgyak. Vagy az erős felszerelés. Na már most akkor megnézzük ezeket a kérdőjeleket errefelé. Ezt meglátjuk, hogy sikerül-e kirabolni, esetleg milyen helyeket találunk. Írt az egyik kommentelő, hogy vegyek ilyen nyeregtáskát, mert hogy abba lehet pakolni. Én tudtam, hogy van ilyen nyeregtáska, de nem tudtam, hogy igazából mire jó. Tehát nem tudtam, hogy attól Geraltnak az inventória nő meg, és valóban megnőtt, tehát ilyen 100-as nyeregtáskát vettem, és végre 160-as mennyiségű cuccot, mármint olyan nehézségű cuccot tudok vinni. Úgyhogy fasza. Na, mert annyira nem akartam igazából venni, mert elég drága volt, ez is majdnem 1000-be került. Na de mindegy, egyszer kell megvenni ezt is. És azóta voltam egy helyen, kaptam is egy fasz a kis kardot, ezt a Xenti, a hercegnő kardja. Jó, jó, de az enyém jelenleg erősebb, tehát ezt is maximum széttörni fogom majd, mint a másikat. Megkaptam ilyen számszeriet, ami jobb, mint a mostani, de még nem tudom használni, mert hát, hogy ez már 18-as szint kell. Ahhoz képest, tehát a poén az, hogy alig van különbség a kettő között, tehát sebzésben alig. Ha már 150, 100, de igen, alig van különbség, és mégis az egyik 3-as szintű, a másik meg 18-as szintű. A következő mennyi lesz 25-ös szintű, majd vagy 30-as, tehát ez elég érdekes megint, de hát mindegy, már megszoktam a játéknak ezt a úgymond lassúságát. Na de, kezdjük el, mert soha nem végzünk itt a dolgokkal. Valami gond van, mert szörny fészek. De nézzük is, hanyas dők vagytok. Ne nyíljatok, hát már adjatok már. Igen, a szörnyfészkek. Na, ezeket sajnos még nem tudom elpusztítani. Ugyanis... Ja, de... Ja, hogy ezt így kell felrobbantani? Ja... Tudjátok, mi volt a gond? Én már találtam egy csomó ilyen szörnyfészket, de... Az volt a gond, hogy... Hát az volt a gond. Hogy én nem így akartam elpusztítani, hanem tudjátok, van ez a bomba, ott van, ott látni az a számon bomba. Tehát azt írja, hogy robbanási körén megsemmisíti a szörnyfészkeket. Én azt hittem, hogy ezt manuálisan kell odadobni. Tehát odadobtam rá manuálisan, és csak egy kis puk volt, tehát semmi. De hogy oda kell menni, és meg kell nyomni az E betűt. Ja, most már tudom. Na. Akkor most már ezt is tudjuk, jó volt neki állni játszani. Hát nem tudtam, gyerekek, honnan tudtam volna. Na, de nem sokat kapok most, ez a 20 pont, amit kaptam érte, hát az olyan, mintha semmit nem kaptam volna. Tehát... Halóva túl messze van, nyomja egy X-et, ide teleportál, tök jó. Tehát ez tök jó játékban, hogy... Hát megint egy szörnyfészek. Ja, ezt ki kell nyírni őket, gondolom. Nézd meg, hát megüt az összes. Tehát ezt mondom, hogy egyszerűen nem tudsz úgy mozogni, hogy ne üssön meg szinte egy se. Jó van, dögölj már meg. Ez valami nagy. Jó, hát nem végig használom ezeket a jeleket, de... Neckar's surface here. Dig their way out.
Újra töltés valahogy. Ja igen, én tudom, a meditálás lehet újra tenni. 20 pont, hát aztán marasok. Marasokra megyek vele. Nagy van egy elhagyatott ház, figyeljétek. Le, úgy van valami tuti. Várjunk, várjunk, hülye vagyok, vissza kell mennem. Ezekből általában ezekből a dögökből is lehet érdekes cuccokat felszedni. Nem mindig, de ezek a nekker cuccok is például elég jó. Jó mennek a piacon, ha tudod kinek kell eladni. Aztán itt a mutagénekből is lehet összerakni nagyobb cuccokat, vagy hogyan van. Több nincs, ugye? Ja, érdemes az ilyeneket is összeszedni, mert olyan kevés lóvét kapsz a küldetésekért, hogy sajnos ilyeneket kell csinálni, tehát lopni mindenhonnan, ahonnan tudsz. Na, állj már meg egy helyben, hát úgy utána, na, üres palackát, ezt érdemes volt a stábe ládába tárolni. Na, remélem lesz valami. Na, végre valami. Végre. Mi van itt még? Hát... Semmi, hát jó, mindegy. Az a runa, amit felszedtünk, mit tud? Azt mondja, árdjál erősség, hát nem érdekel. Na, megkeressük a pacikát, azt. Folytatjuk utunkat, nem ezt, ezt. Hát, de akkor gondolom, hogy ezek is ilyen szörnyfészkek lesznek, de majd meglátjuk, aztán maximum meditálunk egyet. Na, szinte gondoltam, hogy az is szörnyfészek. Na, megdöglött téma. Hackernek kerek. Kék mutagén. Ezekből a kis mutagénekből össze lehet rakni nagyobbakat elvileg, legalábbis úgy láttam, mintha ezt lehetne. Ó, na. Találok itt jó cuccokat azért. Na igen, és akkor most jön az, hogy egy órát meditálunk. Ja. És akkor felrobbantjuk gyorsan. Na, szóval így kell felrobbantani, ezt nem tudtam emberek. Na, hát a következő kérdőjel ez. De szerintem ez is ez lesz, mert igen, igen, semmilyen építmény nincs ott. És valóban. Na, le akartam szállni, akarod vedd elő, baszod. Ennyi. Ketten voltatok? Ez érdemes volt ide jönnöm. Ja, várjunk, mert vannak ám itt ilyen rejtett cuccok. Ó, ez a... Jaj! Jaj, még jönnek! Jönnek még! Ho-ho! Nincs megütött baszki, de már ütött meg, miután már... Jó, a kis szervnek kerek. Na. Na. Megint veszem fel a sok szemetet. A szegek. Work. Na. Jó, azért van pár jó cucc is. Ha ezt utána, hogy állandóan fut és nem tudok oda menni, mindig le kell lassítani, hogy oda menjen, ahol akarok. Ja. Oké, muszáj kifosztani mindent emberek, hogy legyen valami lóvéja a playernek, mert csak az megy tönkre a cucc is, azt a 80, 90, 74, 96.
78, 71, hát jó, hamar tönkre megy minden, már nem azért, hogy 20 ér, de ez kicsit irritáló, hogy ilyen hamar tönkre megy minden a játékba. Aztán megint költhetsz rá egy csomót. Tehát igazából amit szerzel, az egy is költött szinte a felszerelésedre. Jó, most van ilyen javító 15%, az mit is csinál? Páncél, azt mondja, hogy... Jó, legyen egy szar mondjuk ez. Az túl jó. Akkor legyen ez. Ja. Sörre, borra, pálinka az van. Itt vannak a mutagének. Kisebb mutagén. Nem tudom már hol lehet összerakni a mutagént. Valahol úgy emlékszem, hogy össze lehetett rakni. Várjunk. Nem tudom, hogy kovácsnál lehet csak összerakni. Valahol emlékszem, hogy össze lehetett rakni a mutagéneket, csak nem tudom már hogyan. Tehát, hogy kicsikből lehetett nagyot csinálni. Nem tudom már hol, emberek mindegy. Na, akkor menjünk tovább. Mert... Most elég... Na, itt biztos lesz valami, mert ott van már építmény. Úgyhogy biztos izgalmasabb lesz. És itt is vagyunk. Mik van? Banditák táborra, remélem kis szintűek lesznek. Jó, de sok van! Pazd meg az anyád! Már most kezdi! Hanyas szintűek vagytok? Vedd már elő a fegyvert, hát nem igaz, ezt után bazd meg, hogy ott vagyok már az ellenség előtt, és passzik elővenni a fegyvert. Kutyák is vannak? Mi az Isten? Az a baj, annél fentről lövöldöznek, ám az a baj. Jó van, most ott lőhetsz. Na, tehát hogyan menjünk oda fel, című rovatunk következik. Megvan. Ezen gyorsan felszaladok. Ezt kinyírom a barmok. Ezt a barmokat ott. Legelj meg. Na, még egy barom van valahol. Aztán utána kirámoljuk a helyet. Ah, jó. Egy kuty... Mi lesz ez, mint a kutyát hallanék? Az hát. Ja. Na. Ez megvan. Oké, akkor most... Már csak ki kell fosztani. Érdemes a banditáktól is elszedni a cuccokat. Hát az a poén, látjátok, hogy nem is viszem magát a játék küldetését, és mégis baszki, órákat el lehet vele játszani, és én ezt bírom igazából. Hogy tartalom, érted? Benn van a tartalom a játék. Lehet, hogy akkor csak fentről lehet bemenni? Nézzük. Na, szinte gondoltam, hogy... nem, innét is be lehet, jó. Na, valószínűleg itt lesznek a jó cuccok. Zsákok nem érdekelnek, általában semmi nincs benne. Na, itt van egy... valami. Na, na. Na, jó. Spiritus nem kell. Na, nézzük, mit szedtünk fel. Az... Ó, gyerekek! Jó kis kesztyűt, jól van, fasza. Oké, ez béna, béna, ez mit tud? Vérzés okozás esélye, kard. Hát sajnos most nincs olyan kardom. Na, de szedtünk fel pár cuccot. Borkőszögek. Jó, van, hát még bőven tudunk pakolni az inventorinkba, úgyhogy... Na, itt kb. Ennyi is volt a cucc, mivel ilyenkor látni a térképen, hogy szürke lesz az ikon. Tehát az azt jelenti, hogy elvégeztük itt a dolgunkat. Mehetünk is haza. Gyere, lovacska! Honnét jön az a ló, te jó ég? Figyeljétek, hol a levegőben majd.
Na, azt mondja, hogy na, még pont fél időnél járunk, menjünk ide a mocsár közepére, itt biztos, hogy lesz valami érdekes, remélem nem csak izé lesz ilyen szörnyfészek. Na gyerünk, úgy sem voltam még. Na, ma látom is. Jaj, ne! Őrzött kincs. Hogy nem ilyen banya lesz. De utána az ilyeneket várja. Na. Jaj, na, menj már ki a vízből, hát. Nézd meg, nem igaz. Dekkolok most itt a vízben, ez igen. Na. Na mi lesz már? Hát azt hittem ma itt maradok. Na de a cucc kell. Ja persze, a gáz felrobbant. Ja! Aj! Aha. Farönk, ezüstérc. Na jó, mindegy. Mindent feszedünk, maximum eladjuk majd. Oké, ahogy hallom, lesz itt még ilyen banya, úgyhogy jobb, ha húzom a csíkot. A távolba is. Mászkál valami. Ortni. Ott megy. Akkor azt hallottam ezek szerint. Jó, felvettem, oké. Akkor hova menjünk még? Hát erre is vannak kérdőjelek bőven, ahogy látom. Hát, vágtassunk oda, azt jóva. Jobb ötletem nincs, most menjek oda egy útjelzőhöz, semmit nem nyerek vele. Hát ezt mondtam emberek, hogy ilyenkor viszont valamilyen szintén idegesíti, hogy a semmi közepéről el kell menned a másik semmi közepére. Ja, el ne felejtsünk menteni, mentés mindig, el ne felejtsünk, mentés, mentés, mentés. Anélkül meg lehet halni. Most hát meg lehet szívni, na. Come on, Roach. Hú, egy elhajozott malom. Itt bandita tábor lesz szerintem akkor. Vagy lehet, hogy csak elhagyott falu? Na várjunk már itt. Ez most hol is vagyunk? Ja, csak keresztül megyünk rajt. Na fenében, mindegy, remélem találok valami útjelzőt vagy valamit, aztán lehet ide. Á, ott az útjelző, ez az. Jó. Ja, várjunk, van itt egy küldetés. Minden küldetést felveszünk. You going north, master? Why do you ask? I thought you could see if anything's happened to our men. What do you need? Merchant caravan came through not long past. I... Fine. Keep my eyes. My brother Tomil led him. Talk to him when you... Jól van, majd egyszer. Majd ha ráérek, most nem érek rá. Lovacs, gyere lovacs! Gyere! Hopp! Jajajaj! Ide, kár volt ide jönni. Bármint ha ezt már egyszer öltem volna, nem? Jaj! Az anyád! Jaj, az anyád! Jaj, hát mindjárt döglök, mi van itt? A kurva anyátokat! Vagy a kettő van! Ez marha jó. Na jó, elhúzok innen a francba. Ezeket nem igen lehet megsebezni, ahogy tudom, úgyhogy inkább hagyjuk ezt a helyet, majd 21-esen visszajövök ide. Az a baj, hogy jönnek így is. Na, meddig jönnek ezek utána? Mert csak leszakadnak egy idő után, nem? És nem bazd meg. Rohadfivernek bazd meg, utálom őket. Na, jó, leszakadt. Új lovacska. Gyere, 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 gyere! Hogy szóljon innen. Jó, de legalább már tudjuk, hogy mi van itt. Mi is van itt? Ja, azt nem mutatta ki. Na mindegy.
Hagyjuk a fenébe. Hát ez van, nem a küldetések csinálja, sajnos az... az bizonyos szörnyekkel nem tudja felvenni a harcot, tehát jobb, ha odébb állunk inkább, mint hogy itt megölessen magam állandóan. Semmi értelme nincsen neki menni, főleg kettőnek. Mikor így is izé állandóan bagozva szednek szét, hozzám se érnek, azt mégis lemegy az életem. Az a jó pár ilyen harci bug van ebbe, tehát ezt nem szeretem. Rejtett kincs nagyját. Mi van? Le akarsz az én, itt a ennyi volt. Levél. Elrejtve a világ elől. Új küldetés. Jó, már felveszem az utcagra, aztán meglátjuk, hogy már a jó cucc, hogy biztos el lehet adni mindent végül is. Itt a levelet kellett megkeresni, ahogy láttam. Új küldetés. Na milyen cuccokat? Szar. Szarfos. Itt a levél. Jó. Na hát igen, először le kell szállni a lóról. Nem úgy működik, csak úgy. Szépen elteszem a kardot, mondom elteszem a kardot. Aztán megnyomok az embertőt, aztán meditálunk egyet. Hölgy. Na, itt biztos lesz valami. Ne felejtsük, mentés. Gyerünk, fecske. Itt van a Goa'uldok. Mennyi Goa'uld van itt mi? Stargate-es Goa'uldok. Hamarosan megvan a fél óra emberek. Sietnem kell. Jaj ne, ugye ezek nem a dögök, amire gondolok. Nem, jó, ezek csak ilyen szarpicid. Na ilyenekkel találkoztam, ott is van egy, csak ilyen 20-as szintűekkel vagy milyenekkel, tehát... Na, és akkor mit kell csinálni? Itt is van valami zé? Hát mit is találnék ilyen hullákban? Na, a Rubin. Aha. Itt lesz valami emberek, itt lesz valami. Mi van itt? Kincses láda, gyűrött feljegyzés. Cseberből vederbe. Na, akkor itt mégiscsak van valami. El is olvassuk akkor már. Ja. Ide. Banditák tábor. De ne, megnyom az elbetűt, és akkor előveszi a fegyvert. Ne dumáljatok, hanem gyertek.
Jaj, ne! Fel fog robbanni! Gyorsan, gyorsan! Hú! Megúsztak, jól van. Állt a láda. Hú, mennyi cucc vászon. Kecskevér, izé, erekje. Na, hoztott lövedék. Most a számszerű. Mennyi mindent szedtünk itt is össze. Hát, ha még ezeknek is lesz valamiük itt. Jó sok cuccot tudok most magammal vinni, csak az a baj, ilyenkor több kereskedőhöz kell elmenni, mert egy kereskedőnél olyan kevés pénz van, hogy egyszerűen... Szállj már föl! Na. Azt mondja, hogy... Még talán egy belefér. Hát legközelebbi azok itt vannak. De gyanítom, hogy egymás mert van kettő, tehát ott megint valami nagyobb dolog lesz. Na mindegy, menjünk. Hát ez... Hát ez a hely. Megjöttem. Hát ez meg mi? Kannibál. Micsoda? No. Gyertya. Nem kópésálok. Na, menjünk tovább. Ne állj meg minden izén, ha... Ez lehet, hogy bandita tábor lesz, majd mindjárt meglátjuk. Folyó lidercek, jaj. Ott megüt. És miért teszél a karod, mikor itt van a többi is? Ennyi. Ja, visszajönnek az emberek, nem? Ja. Fasza. Na, 90, az ma jobban tetszik. De ott van valami akkor is. Itt van valami. Van is akkor a... Itt valahol. Na. Itt. El nem küldött. Ez semmi a bal szerencsés fordulata. Jó kis küldetések lehetnek ezek mind, csak hát... Most... Nem álltok neki csak úgy küldetéseket csinálni, emberek. Hát... Soha nem szedjük össze az utcakat. Na, lovacska, gyorsan, hát mik vannak? Azt mondja, hogy menjünk oda. Jó, ott valami lesz. Őrzött kincs, mi őrzi? Mi ez? 13-as geci. Ejj. Ja. Mi? Algoulok. Ilyen is van, hogy algoul, basz. Na mindegy, megkeresek a kincset gyorsan. Itt van. Nagy veles úrnak ő. Na, erre kíváncsi ezek mi lesz. Na, remélem, hogy szedtem ezt a valami jó cuccot. Jó van. Na nézzük, mit szedtünk össze. Azt mondja, ez oké, ez... Na, ez jó lesz. Lövedék itt vanni.
Jó, na, mi az mit tud? Jel erősség, hát... Nézzük a... Ez szar. Ez szar. Szétszedni jók lesznek. 22-es szint, anyjét. Na, jó. A bestiáriumból is kaptunk valami új bejegyzéseket, nekrofal. All go lock. Ez jó az axi hozzá. Aha. Több nincs. Na, elértük a fél órát. Hát, nem tudom, menjünk még egyet? Mit mondtok? Jó, jó, még ezt az egyet nézzük meg, de tényleg csak ezt az egyet. Gyerünk, Roach! Ez nem a izé? Jaha. Körárnyak! Hát ilyen se találkoztam még. Nem baj, megabban neki egy mutat. Na nézzük, mi a bóla. Ködárny. Ködárny, melyik jóra? Queen. Ha, érdekes, hogy dögök ezek. Na de a cucc. Kicsi kulcs. Kicsi kulcs, hát az jó. Mi lesz enni? Nagy kulcs? Levél. Virágok. Bal szerencse. Na, azért csak lesz itt még valami, azért mondom. Na, rúna is van. Rúna, oké. Okay. Szájtott gyümölcs meg nem kö. Na, nézzük, mit kaptunk. Szar, mérgezés esélye. Hát... Jó, na. Azt mondja, hogy... Jó, most már tényleg legyen vége, nem? Na jó, még ezt az egyet még, de csak tényleg azért, mert azt mondjátok, hogy még ezt csináljam meg. Szörnyfészek, hoppá. Na, kivételesen meg tudtam őket úgy ölni, hogy nem ütöttek meg. Na, végre. Gyorsan. Na, hát ez nem volt nagy szám, de jó, akkor még egyet. Valamár erre volt még egy. Oké, még azt az egyet. Ott biztos lesz valami, mert van egy valami épület is. Oj, mi be akar mindenhova. Várjunk! Várjál, hogy van valami papír. Mik ezek a papírok, ez mi? Na, ez utolsó, most már tényleg emberek, mert már 35 perc. Banditák tábora, hát az bénesz. Hé, most jelentek meg! Ez aztán, na ez durva volt, nem tudom ez mi volt, szép bug, ilyet még nem láttam, hogy kard hangja volt az öklének, mindegy, lényeg, hogy kapok cuccot, gyémántot, izét, vasérc nem kö, szar, erekje, ez, kö. Ennyi, kifosztottam, kész. Kicsit odébb megyek, mert hát amikor újra töltöm a játékot, akkor ezért gyorsan izélek egyet is, így. Majtás, megvan a cucc, jó. Oké, na, kenyelt volna ez a Witcher videó. Minden nap lesz egy ilyen fél órás kis kérdőjel keresgetés, aztán ennyi. Remélem, élveztétek. Na, viszlát.